Na, hát ismételten köszöntök mindenkit. Gazdaság, előrehaladás, menedzsment, kihívás, ez a mód neve. Ja. Na, jó, új játékot indítunk, igen, elfogadjuk. Munkahelyi elégedettsége növelhető az edzőtermek, bárok, éttermek, bérelt helyek, standok felfedezésével. Ez nem tudom egyelőre mit akar, de majd meglátjuk. Gyönyörű repülő leszállást láthatunk. Vehetünk szemügyére. Egyébként bár kellett rajta egy kicsit alakítani, hogy felvehető legyen, mert hát azért látható, hogy bár megvan elméletben a 30 FPS, gyakorlatban ott volt egy kicsikét a játékot felvenni, mert nem bírta a gép egyszerre azt, meg a felvételt. Azon. Ilyen az, ha egy gépes rendszerrel van az ember. Na, egy ilyen nagyon szimpatikus férfi állatok leszünk. Kubi elnevezéssel. Igen, van némi gond, hogy a egerem az, meg úgy mindenem az így jobbra-balra van. Oké, okay. Olvasólámpa, WC karbantartás van, itt a minden mi szemszájnak ingere. A reptér elhagyása. Kimegyünk a reptérről, ez a küldetésünk. Én azért próbálom figyelni, hogy milyen a felvétel, de mindegy, lesz amilyen lesz. Most nem tudok vele mit csinálni, a legjobbat próbálom kihozni. Aztán... C. Azt igen! Szóval ez csak így van. Minek? Ez egy jó kérdés. Na mindegy. Amely is a motor, az azt fasza. Kézifő kiengedés. Hát jó. Akkor itt úgy érzem, hogy mehetünk is. És miért a buszok felé megyünk? Arra visz a GPS, na mindegy. De elvileg itt még nem hajthatnánk be. Mindegy, most úgy veszük, hogy busszal vagyunk. Na, amit eddig látok egyébként, hogy a maga a játék az viszonylag problémamentesen kezeli a kormányt magát. Nem volt semmilyen extra gond a beállításával. Ami feltűnő, hogy hát egész jól néz ki. Na, azt valljuk meg, jól néz ki. Messze van viszont attól, mint amit a... Hát hogy mondjam? Annyira viszont nem néz ki jól, mint amilyen gépet szeretne. Vagy hogy fogalmazzam meg jól? Szabálya az erőforrásokat. Talán ezt tudnám legegyszerűbben mondani. Aha, igen. Tényleg kell ide mellém egy asztal, hogy lássam, hogy mi a franc van. És itt megyünk kifele. Index nélkül nem kell az nekünk, mert minek kéne. Hát a visszapillantó tükröt azt így mi nem használjuk, a belsőt. Örüljünk, hogy van külső, elég az. Hoppá, nem pont ezt akartam. De örülök, hogy ledudáltam a semmit. Nem tudom egyébként, hogy hova megyünk. Vezess a vállalatomhoz megyünk. Na, jó, oké. Okay. Bocs. Mennyi? Mennyi most már? Egyébként a... Az Emmy-t az sokan szitták. Értékelésekben meg hasonlókban. Egyelőre sok jót én sem láttam belőle. De mindegy, hát ez... Kinek mi? Param, 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 param. Nem tudom, hol van az index. Elforgattam a kormánnyal. Jó.
Úgy van, menjél. Ne add meg az elsőbséget, ami neked ott kint van. És ennek az utcának a végén van a mi étterem felfedezve. Nagyon menci. Tornaterem felfedezve. Fájnutos. Ez a vállalatunk, és le kell parkolnunk az udvarjára. Jó, orrát. Olyat parkolok, hogy elsírod magad. Itt még nem annyira megy a vált. Ebben a járgányban, úgy érzem. Jó, hát akkor szálljunk ki. A vállalat a neve. Mi más lehetne? Ide minden kubikust. Azt látom, hogy van egy a nagyon menci telefonunk. Elneveztük most, hogy elneveztük, így már beléphetünk az irodánkba. Ezek szerintem ezen az ajtón. Pedig nekem úgy tűnik, hogy azon az ajtón. Nem tudom. Ah, nyílik magától. Első busz. Jó. Nagyon szépen be vagyunk rendezve. De egyébként ez kinek az asztala, hogyha az enyém ott van? Megrendelések. Jelenleg letiltott. Oké. Okay. Járművek. Na, erre a gombra kattintva nyithatod meg a használt járműpiacot. Válasz ki egy elérhető járművet. Részletek. Vásárlás. Kattints a vásárlás gombra, ami buy felirattal. Folytatás. Flotta. Nincsen flottánk. Műhely. Nincs semmi a műhelyben. Új járművek. De picit, de drága. Van egy BB40-es, az új. Használt jármű. BB40 az egészen szar, de legalább olcsó. Default a játékban kettő, azaz kettő darab busz található meg. Man Lions Coach C Second Gen, meg azt hiszem a Third Gen, tehát a harmadik, vagy a sima coach, meg a C. Valami ilyesmi. De hogy az a kettő az alap, ez a BB40, ez egy ingyenes DLC-vel került bele. Szóval nem olyan nagy a flotta, amiből lehet válogatni, de mindegy, ez minket ne tartson vissza. Kerékcsere, olajcsere, jármű állapota, kerékcsere az volt, van még benne egy pár ezer kilométer, X-iat, fékbetétet, ezeket kell cserélni, szállítási idő 2 nap, 48 ezer kilométer, ez gyakorlatilag még új egyébként, alkatrészek, a világítás nem jó, hát 74 ezerért jó lesz ez. Kérjük el, mert az alapi dátumot vegye át a kikötőben. 3.06. Azt sem tudom, hányadika van. Lárom 06. 6. Jó, igen, 3. reggel 8-kor lehet átvenni. Addig is egy valami picikét lehetne még venni. Ilyen BB40-et. Veszünk egy ilyet is. Jó, először gyűjtösd a másik buszt, amelyet megvettél. Jó, oké. Okay. Ott a műhely. A műhelyet azt gondolom majd utána. Jó. Bezárjuk. És most mi következik? Menj a fali órához. Ez menetrend, ez nem az. Van ütemezés. Utazási szolgáltatások. Ó, nagyon menő. Tehát lehet menetrendet csinálni. Felszerelés, milyen felszerelés? Ételek, víz. Jó, hát úgy érzem, hogy itt egy kis mikromenedzserés az lesz azért benne. Átugorhatod a következő időpontig hátralévő időt. Jó. Hosszan kell nyomni dolgokat, mert különben nem lesz jó. 3. jön a jármű. Odáig megyünk, idő átugrás.
Ez még ugye tutorial. Első busz. Menj Puerto del oda. Ha megyünk a kikötőbe, ez a lényeg. Az ajtót nem kell nagyon nyitogatni. Neki mész és nyílik. És a mi kocsink? Szolgálati jármű. Szervizautó. Ez a funkció 4-es szinten lesz elérhető. Hát akkor egyelőre marad ez. A csóri kis autó. Na, menci. Hogy teszek? Oh, ezért. Értem! Alul, ha nézzük, akkor látszik, hogy betette magát a rükibe. A minimapnál kellene nézni, akkor látható, hogy beteszi magát szépen. Dinamik 1-be mentünk, és indulunk is a saját kis buszocskánk ért. Forgalommal nagyon úgy döntöttem, hogy nem fog foglalkozni, olyan szempontból, hogy ez a kinek van elsőbsége, meg kinek nincs, mert ők se nagyon adják meg, tehát ez a, ha éppen úgy látom a bal oldalt, hogy szabad lenne az út, mint most úgy láttam, akkor mennék. Nincs kedved elindulni? Vannak nyomógombok az elnézés jobbra balrára, lehet, hogy azt be fogom majd iktatni. Erre tettem valamit, csak nem tudom mit. Ez a refi szerintem. Ah, és ez a sima lámpa. Aha, igen. Jó, megvan. Közben rossz irányba jöttem el. Egy szép 50-es tábela, táfel. Ott annyira rossz irány. Erre hozott az izé. GPS. Na jó, szerintem mint megvágom, mert itt most nagyban repeszteni fogunk egyet a helyig. Ugye Puerto del Rosaróba. Aztán majd, ha már átvettem a buszt, akkor onnan fölveszünk a ritmust. Na, meggyőztünk a buszunkért. Jó nagy állat. Ezt már látom. Így inni. Ezt lekapcsoljuk a pilácsot. Meg átállítom, hogy lehessen jobbra-balra nézni. Elvileg. Aha, így már elnéz jobbra, meg balra, illetve balra, meg jobbra. Mindegy. Meggyűjtünk. Kezit csókolom. Jó, hát ezek szerintem nem vele kell beszélni. Fölvettem a buszomat. Be is csukjuk. First bus. Hagyd itt az autódat és vidd el a buszt. Jó. Legyen úgy. Bank kapcsolva. Hogy a zene az így maradjon ki. Elvileg ez valami net rádió, de nem akarok net rádiót sem. Mivel hogy a rádió az nem lesz annyira jó buj. Távolsági kijelzés, bekapcsolás. Fuera de servicio. Turn on air conditioning. G. 0 fok. Az igen. Lesznek itt bajok, úgy érzem. Aztán. Jó. Légkondink az van. 0 fokra van állítva, de van. Hát menjünk.
Érdekes, hogy az egyiknél működik még a izém, itt meg nem. Kint egyébként 24 fok van, azt mondja. De mindegy. Igen, ez nem lesz annyira egyszerű közlekedni. Picit jobban meg kell tekerni. Busz karosszériája minden balesetnél sérülést szenved. Mondjuk azt nem vettem észre, hogy mibe mentünk bele. De mindegy. De jó leszek ennek a sofőrjének szerintem. Hopsz, és itt kell befelelni? Az fasz lesz. Buszbarát a GPS-em, én úgy érzem. Ebből tejében látsz, nem kész. És akkor megvan oldva, akkor talán elfordulunk. Azért ekkora nagy busszal bejönni a ilyen picike kis utakra. Torna terem. Mi fán terem a torna terem, ugye bár? Ez egy nagyon jó, szép régi közmondás. Habá! Itt kell lemenni. Itt kell felfordulni. ABS kapcsolódsz. Picit nagy volt a fék. Látják a picikét. Mostanában gondolkodtam azon, hogy majd egy Eurotrack szimulátorozok is. Most elengedsz vagy nem engedsz? Döntsd már el. Mennyi akkor? Mennyi már? Mennyi már? De. Maradjál ott. Közel volt. De megúsztuk. Parkolj le az udvaron és száll ki.
Igenis értettem. Jó, és akkor kiszállunk. Lépj be az irodába. Elvileg akkor ide megjöttünk legalább. Na, fax készülék, kap meg az első megrendelést. Jó. New orders. Folytatás. Jelenlegi megrendelések, nincs mindegyik. Az jó. Új megrendelés. Na, itt van. El Matorra Airport. Rövid utazás, 10 perc. 500 eurót kapunk érte. 4-én reggel 8-kor. Jó, hát akkor ez lesz a holnapi. Menni kell oda. Nézd meg a naptárat, ugorj a következő napra. Jó. Péntek. A reptére kell vinni en embereket. 500 eurót kapunk érte. Nem az, hogy úgy hagyja azért a buszt, ahogy én hagytam. Az baj. De a másik oldal. Upszi. Halló. Ja? Üresbe kell lennie. Jó. Pik, pik, pik. Na, felnéznél. De né? Nagyjából célra álltunk. Na, mehetünk is akár. Kövessük a navigációt. Ez itt most engem át akarra verni. Ja nem, itt van a izében. Jó, értem. Megvan. We will be so... 7.49 van. 10 percünk van. Azt nem nagyon figyeltem még, hogy a real megy az idő benne egyébként. Ja, tudok már így is nézelődni, mindig elfelejtem. Igen, és megyünk is. De sokan vagytok. Jó, engedd felszállni az utasokat, és kezd meg a túrát. Jó. Megjöttünk. Hello. Azért kicsit nem annyira jó, hogy kézzel kell nyitogatni az ajtókat. De mindegy, hát most azt mondta azért. Azt mondja a beállítások, hogy valami foscsi van. Pedig nem úgy tűnik. És menjünk tovább. Már elfelejtettem, hogy mi a első hátsó ajtónak a nyitászárás. Na mindegy. Jó, oké. Na most tényleg mi volt ez? Jó.
az meg már nem is nyílik. Jó. Na lássuk a medvét. És az olyan, amikor jelez is FT. Hát nem láttam egyébként, hogy a klíma az feljebb lenne kapcsolva, vagy nem. Jó, ez megvan, mehetünk. Első út a navigáción 53-ban. Szerintem egyébként az idő, mint olyan benne, az az valós, tehát real time megy, szóval megyünk is, mert akkor leszünk mi jobbak. Jó lenne, hogyha izét nyomnám hozzá. Jó, hát nem indultunk el olyan szépen, na hát most még gyakorolni kell. Értem én. Lássuk a mackot, jól van, te elmész innen a francba. A tempomatot azt ilyenkor tudja használni. Remélem, hogy nem hagytunk ott senkit. Megyünk a terminál, Aeroportóra. Próbálok olyan szinten szarul menni, ahogy lehet. Kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak meg. Megyünk a buszsávon. Ha már buszból vagyunk. Kötszáz eurót elköltem arra, hogy onnan ide jöjjenek. Az szép. Miért nem itt megyek be? Hát oda van kirakva, hogy azért. Valószínűleg az a tábla azt jelenti, hogy behajtani tilos. Csak izéknek. Tehát csak buszoknak behajtani tilos ott. Most hány de? F9, F10. Hello? Hello. Hello. Izzik a gép. Hello. Te sokan vagytok, hát hányan szálltok ti föl? Jó, azért szállnak is lefele. Jó, úgy érzem, hogy mehetünk.
Most hova megyünk? Mert itt most fel is szálltak, de arra nem volt szó, hogy felszállnak. Ők oda jönnek velem vissza? Gondolom ez egy oda-vissza út akkor, tehát ez a 11-es számú. Nem néztem balra, meglátjuk, hogy mi lesz. Szerencsére ez semmi. Nem sokan buszoznak errefelé. Egyébként a... Én nem is látom ezért. Azt, hogy mennyi az üzemanyagunk. Mindegy. Csak van még. Gondolom én. Megyünk, megyünk, megyünk. Egyébként egész jó időt futunk, úgy érzem. Kicsit megbillencseltünk. Tehát annyi baj legyen. Na, a videó vége felé, most, hogy kezdünk odaérni, mindenki tegye fel a kezét, aki eljönne velem egy buszos körre, én vezetek. Itt de jó. Jó lesz. Megtértünk, visszatértünk, inkább így mondom. Pik. Az első út. Hagyd az utasokat leszállni. Én ne hagyd, nem. Csá. Témát már le is kapcsoltam. Tényleg látja valaki ajdét? Üzemanyag? Az az üzemanyag. Hopp, ott az üzemanyag. Aha. Nincs már sok, ezt kell mondjam. Hát jó. Szálltok még? Jó, körben vagyunk. Még állomás, csak szólok. Ez így ott lesz. Hát addig lehet, hogy rá is állíthatnám a motort, bár az a baj, hogy én amennyire tudom, egy ilyen motort újraindítani, az mindig nehézkesebb, mint... Tér vissza a vállalatodhoz, értettem. Már itt sem vagyok. Plusz 341 XP. Kíváncsi vagyok, mikor lépünk szintet. Nem feltétlenül laknék egy olyan pinduri kis utcában, mint ez, ahol ráadásul buszok is közlekednek. Köszönöm, köszönöm. Viszont hálásra. Itten sem vagyunk. Értettem, leparkolok, és kiszállok.
Lép be az irodába. Első alkalmazott. Azt én nem tudtam, hogy ez itt már izé, így ennyire meg van nyitogatva. Segítség. Új koordináták hozzáadva. Mi akkor ezek szerint erre felé vagyunk? Nudista strand. Töltőállomás. Nem, mi itt vagyunk fönt. De akkor miért oda? Na mindegy, nem kérdezek semmit. Jó. Ja, hogy az... Aha, értem. 1000 euró. Csak így itt hevert. 2500 euró. Hát, ha csak így megy, akkor elmegyek néhány ilyen garázsba. Körbenézni. Még ezzel. Na, jó van. Haladunk. Nem is kell már buszhozni. Buszjavítás. Ez a funkció jelenleg nem elérhető. Oké. Okay. Se vagyok. Akkor megyünk ki. Még akkor lehet, hogy a busszal így erőszakosabban megyek, akkor megoldja a dolgot. Első alkalmazott. Ez a funkció le van tiltva. Oké, okay. Hova megyek? Menj át a szomszéd szobába. Á, ez a HR osztály akkor ezek szerint. Jó. Kattints listában lévő egyik alkalmazottra. Tárgyalhatsz havi fizetésekről. Folytatjuk. Jó. Munkaerőpiac vezető. 5 csillagos, 94,6 a. Nem tudom mi. Megbízhatósága. És mindössze 1050 eurót kér. Joana. Jó. Hát, én egy 1000-est adnék neki. Mondjuk. De nem engedi elfogadni. Tehát ez a... Akkor what? Milyen jelentkező, csak akkor tudsz felfogadni, ha felajánlasz nekik a lakást. Tehát itt most azt mondja, hogy 1050-et kér, én azt tök jól megadnám. Nem tudok neki mit csinálni. Manaptól a munkába áll a vállalatnál. Nagyon jó. Tehát az a gond, hogyha fel akarsz venni valakit, akkor default, benne van egy szó köz itt, ezt ki kell törölni, és akkor már jó lesz. New employee. Zsír. Úgy alkalmazott, holnapra készen fog állni. Menj a naptárhoz és hagyd holnapig pihenni a dolgokat. Oké. Okay. Ezt még megcsináljuk. Ugrás holnap. Holnap megérkezett, most már elérhető. Szerez ismét egy új megrendelést. Megrendelések. Új megrendelések. Teljesített új. Jó. Akkor még egy ilyet kell csinálni. Jó. Bezár. Menj a táblához, menetrend megtekintéséhez. Oké. Okay. Folytatás. Igen, van ez. Sofőr jármű. Utazási szolgáltató. Sofőr jár, kattint el, bejegy. Mi? Ja, itt van. Itt van, igen. Ő és ő. 2 óra per 7. Eddig ennyi neki a leterheltsége. Valahol el kell kezdeni. Certification. Ugor 2 nappal előre. Hétfő lesz. Nyisd meg a flotta kezelés járművek menüben. Ez az anyámban. Ez nem az. Akkor itt lesz. Tehát minden géppel mást lehet elérni. Ilyen számítógépeket én még nem láttam.
Használta ezt a buszt az előző megrendeléshez ellenőrzőre, hogy újra magadhoz rendel a járművet. Csak akkor jöhet el, ha járműben nincs használatban. Értem. Karosszéria 3%, alkatrész, testre szabás, nem akarom, állapota jó. Oké, mit kell vele csinálnom? Ja, itt kipipálom, és akkor ez nálam van. Jó. Szerez magadnak egy új megrendelést. Vannak megrendelések, amelyek tartósan fennmaradnak, ezeket egy speciális szimbólum jelöli. Új megrendelés. Melyik a speciális? Ez. Ah, oh, ez végtelen ciklus. Elfogadjuk. Jelenlegi megrendelés. Nagyon jó. Nyisd meg újra beosztást és rendelj hozzá egy járművet, amit te fogsz vezetni. Értem. Mivel egy járműnkön is sok minden nem lehet csinálni. Naptárat ugorod a következő időpontig. De vesztítjük a pénzt! Mert hát most feltartjuk a helyzet, buszvezetőnket, úgyhogy nem vezet. Na mindegy. De ez most már a következő videónak a tartalma lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszik. Egyébként lekötni leköt. Vannak hiányosságai, meg kicsit furcsa, de lekötni leköt a játék. Szóval még várható egy-két néhány rész. Az, hogy van benne egy ilyen karrier pont, az nekem egy plusz pont, az még érdekel is. Meglátjuk, hogyan tovább. Köszönöm szépen ismét a figyelmet, kubi voltam, szervusztok!